Fejlődés, szállítás és megtett kilométerek, mint ismeretes, július 1-től elindult a megtett úttal arányos az uniós technológiai követelményeknek megfelelő elektronikus útdíj fizetési rendszer. Az EU díj a 3,5 tonna ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozik, ami az ipariparkban található cégeket is érinti, így a Viola Hús Kft-t is, melynek flottájában egy járműre vonatkozik az új rendszer. Az autóparkunk közül egy autót érint az EU díjnak a bevezetése. Az ő esetében az első napon problémák adottak abból, hogy benzinkuton tudtuk csak az útdíjat befizetni, de a mai napra már, illetve hát a hét elejére már megoldott ez a probléma, és GPS-en keresztül fizetjük az útszakaszra eső útdíjat, és automatikusan a feltöltött összegből tudja a rendszer kiegyenlíteni az útdíj használat megfelelő összegét. A Viola Hús Kft. Még egyelőre nem emel árat, ahogy a szakember fogalmazott, kivárnak, hogy a beszállítóik emelnek-e az útdíj kapcsán. A Lambda System Kft. Építőanyagokkal kereskedik, és a fuvarköltségek emelkedése az építőanyagok árán is meglátszik, így ez az eladási árak 5-10%-os emelkedésében jelentkezik a jövőben. Érzékenyen érinti a mindennapjainkat, mivel az építőanyagok többségére jellemző más áruféleségekhez viszonyítva, hogy értékükhöz képest nagy térfogattal vagy tömeggel rendelkeznek, ezért a fuvarköltségek növekedése jelentősen befolyásolja az építőanyagok árát is. Akik most ismerkednek az elektronikus útdíj rendszerrel, az állami autópálya kezelő honlapján 9 nyelven kaphatnak információt. Az útdíjat úgynevezett viszonylati jeggyel vagy GPS-szel ellátott fedélzeti eszközzel fizethetik ki a forgalomban résztvevők.